Üdvözlöm Önöket, ez itt a Képtár. Szekszárd történetének egyik legnagyobb méretű katasztrófáját élte meg az elmúlt héten. Gázrobbanás következtében lakhatatlanná vált a Herman Otto utcai lakótelep 20 lakása. Szerencse a bajban, hogy csak egy ember sérült meg súlyosabban. Az elmúlt napok összefoglalója következik. Óriási robaj rázta meg Szekszárd városát október 9-én a késő délelőtti órákban. A Herman Otto lakótelep egy lakásának második emeletén történt gázrobbanás, mely a vizsgálatok alapján egyedülálló módon pusztított, amelynek okait a szakértők még vizsgálják. A közelben lévő házak is megsindették a tragédiát, ablakok, ajtók törtek, szakadtak ki. Közel 100 embert kellett kimenekíteni a környékről. Az első vizsgálatok alapján is lehetett tudni, hosszú folyamat kezdődik, míg a helyreállítás mikéntjéről döntés születik. Szerencse a tragédiában, hogy mindösszesen 5-en sérültek meg, és csupán egy embert kellett hosszú távú gyógykezelésben részesíteni. Az eset után azonnali tájékoztatót adott a városvezetése és a mentésért felelős szakértő. Mögöttem is látható, hogy csatatérre vált itt a Herman Otto utca 3 és környéke. Mai napon egy sajnálatos gázrobbanás történt, hogy pontosan mi okozta, azt még nem tudjuk, annak a kiderítése éppen most zajlik. Több mint 10 és 30 közötti lakás sérült, hála Istennek, hogy személyi sérülés kevés volt, halálesetről nem tudunk egyébként. Az önkormányzat nyilván összehívott egy válságstábot, amelynek tagjai a mentősök, a rendőrség és a tűzoltók, és el fogjuk helyezni valamennyi itt lakó szekszári állampolgárt. Az önkormányzat lakásaiban, a kollégiumokban, illetve bérelünk lakásokat, úgyhogy meg fogjuk oldani mindenkinek a lakhatását a következő napokban. A riasztás után azonnal nagy erőkkel kezdtük meg a kivonulást, hármas kiemelt fokozatban. Addigra a rendőrség már megkezdte a területnek a zárását, biztonságosan a lakókat, az itthon lévő lakókat kikísérték az épületből. Annyit lehet tudni jelen pillanatban, hogy a műszaki mentési folyamatokban biztos, hogy a lakók nem térhetnek vissza ebben a 10 lakásos társasházban az otthonukba. Jelen pillanatban káreseti helyszín szemlét megindítottuk, amelyet tűzvizsgálat fog követni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lakosság ellátása az folyamatos legyen. Az hamar kiderült, hogy 20 olyan lakás van, ahová hosszú ideig nem térhetnek majd vissza a tulajdonosok. A város és számos civil szervezet kezdett gyűjtésbe, és az önkormányzat azonnal gondoskodni kezdett a rászorulókról. A lakók közül volt olyan, aki külföldön tartózkodott, és csak telefonon értesült a történtekről. Én Észak-Macedóniában vagyok külszolgálaton. Egy hónapra jöttem ki, 18-án megyek haza, és hát 9-én 11 óra 15-kor hívott egy kollégám, aki a közelben lakik szintén, a Herman Otton, hogy nem tudja, mennyire vagyok képen most épp a jelenlegi helyzettel otthon, de szólni szeretne, hogy nemrég robbanás történt a lépcsőház környékén, nem tudta, hogy melyik házba mi. És hát ugye utána egyre több információt kaptam, úgy tudtam meg, hogy a szomszéd lépcsőházban történt, de közvetlenül lakásom mellett, úgyhogy hiába voltak lehúzva a redőnyöket is beszakított a nyomás, úgyhogy elég katasztrofálisan néz ki a lakásom, és nem egy leányálom, de hát gondolom senkinek, de innen kintről hallani, hogy már igazából nincs hova az a mennyél, az elég fájdalmas. Folyamatosan zajlottak a helyreállítási munkálatok is, miközben a Humán Szolgáltató Központ vezetésével megkezdődött az adományok begyűjtése. Az összes lakást végigjárták rendőr katasztrófavédelmi kísérletében, aki visszaköltözhetett, azokat meg tudták kérdezni, hogy mit szeretnének, mit kérnének. Az önkormányzat minden segítséget felajánlott és felajánló jövőben is a károk enyhítésére. Elégedettek voltak a lakók egyébként az önkormányzatnak a segítség nyújtásával. Legtöbben azt kérték, hogy a lakásban megsérült nyilászáloknál, fóliázással, hogy egyéb módon segítsünk a hidegnek a kezelésében, illetve abban, hogy az eső ne essen be. Ezt kérték a legtöbben, de a mai napon még folytatódnak a felkeresések. Vittük a biztosító munkatársait is, tehát a biztosító részéről is elindult a kárfelmérés és ennek a kezelése. Maga a káresemény nem csak a mögöttem lévő lakóingatlanokat érintette, hanem a Herman Otto utcának a lenti oldalán is a lakóingatlanok főképpen nyilászárói sérültek, ajtók, ablakok törtek be, de gépkocsik sérültek meg. Ezt a rendőrségnek a helyszínelői folyamatosan vizsgálták, majd visszaengedték a lakóingatlanok tulajdonosait, de itt is 9 lakóingatlanba azt választotta a tulajdonos, hogy ő még nem költözik vissza. Tehát ha a számokat összegezném, akkor jelen pillanatban mintegy 29 lakóingatlan vált lakhatatlanná, vagy gondolta úgy a tulajdonos, hogy nem kívánja ott tölteni az éjszakát.
Ebből 20 lakás, a mögöttem látható Herman Ottó utca 3 és 5 szám alatti lakóingatlanok tulajdonosai huzamosabb időre kell, hogy felkészüljenek, hogy nem tudnak visszaköltözni az ingatlanaikba. A város által felajánlott ingatlanokat péntek reggel már volt, aki elfogadta. Igaz, ő sem tudott még megküzdeni a sokkal. A statikusokkal fogunk találkozni, hiszen meg kell oldanunk az épületeknek az árékonyságát, vagy esetleg meg kell óvnunk, reményeim szerint meg fogjuk tudni óvni az épületeket, és akkor utána indult majd a helyreállítás. Süli János miniszter úr a kormány képviseletében tegnap jelezte felénk, hogy a kormány is mellettel a városnak, és amennyiben szükség van a kormányzati támogatásra, segítségre, akkor ő rajta keresztül erre a segítségre számított Szekszárdvárosa és az érintettek. Pár nap elteltével érzik elsősorban, vagy először az emberek igazából tulajdonképpen mi történt, fogják fel, hogy mi történt. Ezért a fizikai segítség mellett valóban szükség van pszichés segítségnyújtásra is. Ezt a Humán Szolgáltató Központ munkatársai biztosítják minden kiszámára, aki ezt szeretné kérni, és ha már a Humán Szolgáltatóról beszéltünk, az adományok gyűjtését is ők koordinálják. Nagyon sok felajánlás érkezett, szeretnék ezt úgy koordinálni, hogy a legoptimálisabban tudjuk kihasználni a felajánlott segítségeket, és náluk kell jelezni, hogy mire van szüksége a lakóknak, hiszen akár kisgyerekek vannak a családban, vagy bármi olyan. Nyilván például a pelenkát nem nagyon ajánlottak még fel, de hogyha erre van szükség, akkor jelezzék a HSK felé, és akkor továbbítjuk a felajánlók irányába ezeket az igényeket. A pénzgyűjtés azt nem mi végezzük. Szent Erzsébet Caritas Alapítvány nyitott kifejezetten erre az eseményre külön egy bankszámlaszámot, de ennek a koordináció is a HSK keresztül. A statikai vizsgálatok eredménye az lett, hogy létezik egy olyan megoldás, melyel meg lehet menteni az épületet. A városnak és személyesen nekem az volt a kérdésem, hogy az első és legfontosabb az emberi élet. De olyan megoldást kell találni, amely ezt tudja kezelni, és ezt figyelembe veszi. A második kérdés pedig az volt, hogyha lehet, akkor olyan megoldást keressünk, amelyen meg tudjuk menteni az épületet. Hiszen ha le kéne bontani, akkor ez sok lakást érintene, nem csak ezt a hármas lépcsőházat, hanem az ötöst is például. Úgy néz ki, hogy körülmondozódik egy olyan megoldás, amely minden kritériumnak elvárásnak meg tud felelni, tehát olyan megoldás fog születni, amellyel stabilizálni tudjuk az épület jelenlegi állapotát, nem fog bekövetkezni további leszakadás, mert a födémek az eléggé megrongált állapotban vannak, és megmenthető lesz az épület. Itt tart jelen pillanatban a Herman Ottó utca 3 alatti lakók és a ház tragédiája. A dobbanás okairól még hivatalos kommunikét nem adott ki a katasztrófavédelem. A statikusok dolgoznak a ház megmentésének lehetőségén, a lakók számára pedig, ami talán a legfontosabb, folyamatosan érkeznek a segítségek. Logikai és mozgáskoordinációs feladatokkal is várták a gyerekeket a Kaposvári Egyetemen. Az intézmény harmadéves gyógypedagógus hallgatói immár negyedik alkalommal szervezték meg az úgynevezett játékvárost, ami egy valódi életközösséget jelenített meg. A Bárci Gusztáv módszertani központ kisdiákjai különböző tevékenységek által a pénz használatának alapjait is elsajátíthatták játékos keretek között. Bekötött szemmel kellett a feladatokat elvégezniük a gyerekeknek ennél a játékpontnál. Ügyes voltál, nagyon tessék. Ügyi voltál, nagyon ügyes volt. Nem csak logikai és ügyességi, hanem mozgáskoordinációs feladatokkal is várták a kicsiket a Kaposvári Egyetemen. Az intézmény harmadéves gyógypedagógus hallgatói immár negyedik alkalommal szervezték meg a játékvárost a kisdiákoknak. 8 állomáson keresztül ismerkedhetnek meg a pénzvilágával. Minden egyes állomáson pénzt gyűjtenek, játékokért, készségfejlesztő játékokkal készültünk. 8 csapat van, 40 gyerek fog jönni, és minden egyes állomáson, hogyha teljesítették a feladatot, pénzt gyűjtenek majd, és a végén, amit itt látni hátam mögött, itt fognak vásárolni. A Durácki és a Bárci Gusztáv módszertani központból érkező gyerekek elsősorban a pénz fogalmával ismerkedtek meg játékos formában. Kaptam ilyen porrakat, és el kellett dönteni, melyikben van kevesebb, melyikben van több. A másodikban meg volt olyan, hogy doboz volt, és bele kellett nyúlni, és amit mondott a néni, hogy keressem meg, azt megkerestem. Menetlevél van a kezembe, itt vannak az aláírások, és már 3 helyen már voltam. A kicsik minden feladat teljesítése után játékpénzt kaptak, amelyből aztán tolltartót, színes ceruzát vagy akár plüss figurát is vásárolhattak. Be kellett festeni a kezünket, aláírtam a nevemet alá, mert még játszottunk, meg kellett hangoztatni, hogy mi van benne. Az intézményben szervezett program a hallgatóknak és a gyerekeknek egyaránt hasznos volt. A gyerekeknek azért nagyon hasznos, mert egy kicsit egy kis mini társadalmat pillant
tanítanak meg ebben a pár órában, hallgatóinknak pedig azért hasznos, mert valóban ők a főszervezői, a harmadévesek szervezik, ők találták ki a játékokat, és a másodéveseket ilyenkor azért vonjuk be, mert ők kísérik a gyerekeket. Minden gyereknek van egy kis tanítónénie, aki a különböző állomásokon a gyerekeket patronálja, és olyan szempontból is nagyon hasznos, hogy mert a másodéveseink következő évben már ezeken az intézményeken gyakorlatot végeznek, és így a gyerekekkel egy kicsit már ismerkednek, találkoznak. A játékváros feladatait több mint 40 sérült gyerek teljesítette. Lár András nagymulattató, a Lárpurnár Társulat és a Kft. Együttes alapító és jelenlegi tagja. Több mint 30 évvel ezelőtt az Afrika című dala hozta meg számukra a sikert, az ismeretséget. A költő zeneszerző buddhista pap önálló előadással vált az érdeklődőket Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központban. A humoristának Hogyan ne dögöljünk meg című előadása során jó ötletei voltak ebben a témában. Mennyiféle csövet kell egymáshoz szerkeszteni, és mikor mondjuk a csövekről, amikor ezek így össze vannak már így csavarozva, hogy na jó, ez egy szék. Tehát amíg csak ezt a csövet nézem, akkor ez mihet? Egy cső. Hajlított cső. Tehát nem történik meg az átcsapás. Bele csavarok egy csavart, attól már szék lesz? Nem. Tehát nem a csavar csinálja. És ez meg egy műbőr, gyerekek. Tehát veszek az izébe boltba műbőrt. Hol szék ez? Lár András önálló estjén életvédelmi, mentálhigiéniás, megőrülésgátló szaktanácsokkal szolgált az érdeklődőknek, a buddhizmus végtelen kincsestárából szemezgetve. A nagy mulattató évtizedek óta foglalkozik a buddhizmussal, úgy érzi, az elmélyülés kulcsa a szellemi gyakorlat. Betegek vagyunk, így lehet mondani. Ez egy beteg társadalomban, egy beteg nép, aki nagyon sok oldalról megvan szívval, le van zsigerelve és le van nyomorítva. Óriási különbséget látok, hogy például ülök egy kávéháznak az én kiülőjében, ahol a utcán mennek emberek, és jön két jól öltözött, egy férfi meg egy nő, olyan 70 év körül jól öltözött, mosolygós két ember, rögtön lehet tudni, hogy németek. Miért? Mert amikor magyar ugyanilyen idős, és ugyanilyen néz, akkor nyomorultul, meg ilyen az arca, és kullog, érted? Szóval az a helyzet, hogy a magyar embereknek az arcára rá van írva az a folyamatos stressz, amiben élnek, az a folyamatos húzzuk össze a nadrág szíjat érzés, érted? Szóval most az átlagemberről beszélek, nem a kiválasztott milliárdosokról, hanem az a sok millió, aki napról napra él, de már az apja is napról napra ért, sőt már nagyapja is. De most ezekre az emberekre úgy érzem, hogy ráfér az, hogy olyan energiákat kapjanak, ami nekik jár. És az a belőlük fakadó energia, a tudatból fakadó, a jó érzésekből fakadó, a belátásból, a dolgok helyes szemléletéből fakadó plusz energia, az jár nekik, érted? Mert különben csak jön kívülről mindig a nyomás. Hát igenis jó, hogyha az ember foglalkozik végre olyan szempontból önmagával, hogy mik azok a képességek, amiket életre kéne hívnia ahhoz, hogy boldogan éljen, mert az sajnos az emberen magán múlik. Hiába vannak a körülmények, ha az ember rosszul van beállítva ő tudatilag az élethez, akkor ő boldogtalan lesz még akkor is, hogyha a körülményei jók. Tehát nem a körülményeken állapukik, hanem az ember saját beállítódásán, de mivel ezt nem tanítják, mert mindig az van, hogy te majd külső dolgokkal megoldod a boldogságot, hogyha veszel egy jobb autót, akkor boldogabb leszel, stb. Stb. És ez mind nem igaz. Tehát kell egy olyan szemlélet, aminek a révén az ember a kezébe kapja a saját boldogságát és a saját egészségét adott esetben. Ahelyett, hogy anyáznék, ahelyett megoldom úgy a közlekedési szituációt, hogy ne legyen gond, de megyek tovább, és akkor azt nézem, hogy hoppá, már dühös vagyok, tehát akkor van nekem dühöm. Ha van dühöm, annak valahol lennie kell. Mert ha nincs dühöm, annak nem kell, hogy legyen valahol. Vagy ha nézem, hogy hol a dühöm, de nincs, akkor ezzel meg is van oldva. Tehát magyarul akkor nincs dühöm. Idáig azért tudtam megcsinálni ebből a típusú előadásból már több mint 20-at, mert az embereket érdekelte.
és átadták, ugyanazon a helyen volt 10 előadás. Tehát ez azt jelenti, hogy az egyik közönséggel átadta a közönség többi felének, hogy gyertek, ez érdekes. Tehát úgy néz ki, hogy ez a téma érdekli az embereket, és hogy igazából mit profitál belőle valaki, az önmagán múlik. Ez a nagy érdekesség. Mert hogy ugye mi volt itt? Egy közös gyakorlás. 5 percig semmi más nem gyakoroltunk, csak azt, hogy figyeljük a lélegzetvételünket. És hogyha az ember ezt minden nap megcsinálná, akkor újra és újra bele tudna helyezkedni abba a nyugodt lelki állapotba, ami az alap. Tehát egy alapnyugalom, ami magabiztosságot ad az embernek, ha azt mindig újra és újra megtapasztalja. Akkor kiderül, hogy olyan ez, mint a tengernek a 100 méterrel mélyebben, már a tengerben már teljesen áll az egész. Az egy nagy nyugalom. És ugye a felszín hullámzik. Most az emberek ugye úgy élik együtt, ugye, akik nem gyakorolnak, hogy ez egy folyamatos zűrzavar, állandó zűrzavar, de hogyha ő ki van kötve a saját tapasztalatához, hogy igazából emögött nyugalom van, és egy békesség, akkor a nagyobb erő ez a békesség, mint az, ami kívülről ide-oda veti az embert. Tehát ezért tartom fontosnak arra rávilágítani, hogy mindenki saját maga kell, hogy ezt megoldja. És mindenkinek a kezében is van. Képesek az emberek arra, hogy a saját sorsukat a saját kezükbe vegyék. Én úgy érzem, hogy most találkoztam először igazán az itteni közönséggel, és ők nagyon-nagyon... Én úgy érzem, hogy befogadók és nyitottak voltak, és hagyták magukat például belevinni egy gyakorlásba. Tehát egy közönség, aki hajlandó 5 percen keresztül csöndbe lenni, az azt jelenti, hogy az a téma érdekli őt. Nem zizek közben, hanem bent, és tök csönd volt. 5 percig valóban csönd volt. Tehát lehet tudni, hogy tényleg az embereknek a 90%-a legalább valóban azzal foglalkozott, ami a gyakorlat. Lár András az előadás végén gyógyító zenével, mantrával ajándékozta meg a hallgatóságot. Szól énekel, isteni Mária, nagy boldog asszonyunk, fényű jó anya. Országunk és népünk védelmezője, engedetlen szívünk engesztelője. Közel 40 esztendőn keresztül csendült fel ugyanaz a dallam a Kossuth Rádióban a déli harangszó után. A játék és muzsika 10 percben szignálját korosztályok ismerik fel a mai napig is. Cigány György, a műsor kitalálója, ezúttal Szekszárdon találkozott a komoly zene barátaival. Próbálnak a hangverseny előadói, akik a játék és muzsika 10 percben, aki kérdez Cigány György, a Kossuth Rádió kinyerma című komoly zenei vetélkedőre emlékeznek. A játék és muzsika rádió vetélkedő ötletét 50 éve találta ki Cigány György, aki II. János Pál pápa látogatását és Antal József temetését is közvetítette. A Cigány György nevével egybefort vetélkedő közel 40 évig sok ezer ember zenei műveltségét csiszolta, bővítette. 38 éven keresztül játszottuk Dalent ezt a műsort a déli krónika után, és nagyon sokan hallgatták. Akkoriban különösen az első évtizedekben, ugye a Kossuth Rádió szinte egyeduralkodó volt, azt vidéken mindenütt hallgatták, a autókba is, meg még olyan valakivel is beszéltem, aki aratott, és a hátán táska rádió volt, és hallgatta a műsorunkat. Úgyhogy remélem, hogy sok embernek kedvet adott ez a komoly zenéhez, és nem azt gondolom, hogy ebben a zenei műveltség nagyon sokat szaporodott, de a kíváncsiságot felélesztettük, és megpróbáltuk az embereket arról valamilyen módon élménnyel tájékoztatni, hogy a komoly zene az örömet tud szerezni, és az érdemes hallgatni és szeretni. A vetélkedő rövid idő alatt népszerű lett, az asztóri előtt komoly tömeg gyűlt össze, hogy részt vehessen a játékban, vagy egyszerűen meghallgassa az élőben, a szálló haljából jelentkező műsort. A vállalkozó szellemű játékos jelöltek közül egyszerű sorsolással döntötték el, kiteheti próbára a tudását. Ruhatárbilétákat osztogattak nekik, majd általában egy kisgyerek kisorsolta az aznapi szerencsést.
Nem volt szükség előzetes tudáspróbára, személyi igazolványra, csak jelenlétre. Mi egyszerűen rádióműsort akartunk, a sok száz rádióműsorom közt ez talán a legnépszerűbb lett, mert nagyon sokáig tartott, 38 évig, ugye, és most éppen azt, hát úgy tetszik, ünnepeljük, hogy 50 éve kezdhettem ezt el, 1969. március 3-án. Könnyű volt átvinni a rádión akkor ezt az ötletét? Hát egy darabig gondolkoztak rajtam, mert úgy érezték, hogy jobb lenne a hetente egyszer volna egy órában. Nem értették, hogy miért ez a rövid műsor. Én még épp azt akartam, hogy egy ilyen híradó után, szinte ez is híradó legyen, híradás arról, hogy van Mozart, van Beethoven, van Bartók, és ezeket érdemes szeretni. Volt visszatérő vendég? Nagyon sok visszatérő vendég is volt, és mindig voltak újak. Egy nagyon nagy társaság játszott, volt köztük orvosprofesszor, pap, volt tanár, és volt fodrásznő, és volt mozdonyvezető. Tehát azt mondtam, hogy elég demokratikus játék volt, mert nagyon sokan szerették, és sokan is tudtak játszani. De hát a lényeg nem az volt, hogy kik játszanak, azonnal nagyon örültük, és becsültük őket. A lényeg az volt, hogy kik hallgatják, és azoknak készítettük a műsort, akik otthon ülnek, vagy a rádióba hallgatják, a kocsiba, és azt gondolják, hogy milyen szép ez, mi is lehet ez a zene, és valahogy kicsit ismerős, akkor ők is szinte magukba játszanak velünk, ezeknek a kedvéért volt a műsor. A mindig energikus műsorvezető beismerte, még mindig csinálná a vetélkedőt. Ez be is mutatta a szekszárdi játék és hangversenyen. Nem szólítunk fel, hogy válaszolja, csak az válaszol, akinek kedve van, neki a hármi, de lesz olyan kérdés, amit talán sokan tudnak. A zenés vetélkedő sorozatot nagyitól a gyerekig az egész család figyelemmel kísérte, akár értett a komoly zenéhez, akár nem. Talán nem is volt olyan rádióhallgató az országban, aki ne fújta volna kívülről a műsor szignálját. Ki nyer ma játék és muzsika 10 percben, aki kérdez, Cigány György. Ezért is volt megszűnése valódi tördöfés a retro rádiózás kedvelőinek. Hiánya az, nem tudom, hogy van-e, sok műsor van. Most is a Bartók rádióban egész nap játszanak, lehet rengeteg zenét hallgatni. Én nem tudom, hogy van-e hiánya. Nekem hiányzik, és szívesen csinálnám még mindig, pedig hát 88. életében betöltöttem. Ez inkább csak egy emlékezés, egy nosztalgia. Bizonyos helyeken, például az Óbudai Társaskörben, Pesten vagy Budán, vagy a Marcibányi téri művelődési házban, és most itt Szekszárdon örömünkre. Hát a játéknak van egy ilyen változata, hogy nem rádióban játszunk, hanem egy hangverseny keretében a közönséggel beszélgetve. Kérdéseket adok fel, tűnődünk együtt azon, hogy mit lehet tudni erről a zenéről, mit lehet gondolni a szerzőről, és ez elszórakoztatja az embereket, és talán az élményt is növeli, mert többet tudnak arról a szerzőről, arról a műről, mint ha csak beülnének a hangversenyre. A 88. életévét betöltő Cigány György megőrizte szellemi frissességét. Elmondása alapján még most is részt vesz hangversenyeken, irodalmi esteken, ahol a jelenlévőkkel jókat játszanak. Valamint 2017-ben jelent meg 36. szép irodalmi kötete, hiszen folyamatosan ír, alkot, és jó egészségi állapotának köszönhetően kedvenc időtöltéséről, az autóvezetésről sem kellett még lemondania. Ennyi volt már a képtár, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!